Добрый вечер, не потею. Nagy báha, sziasztok! Halponty szemű, halponty csábrázatú. Halponty csábrázatú Bartot újra cselentkezek, nagy bau. Nagy bau. Sziasztok, csákány, mit tudom én, bizonytán. Nagy bau, kedvem. Ugye a Csábor, a Gábor, nagy cserkesztőm. Mostam kiült a nagyba a faszabuszra. Facebook oldalamra, nagybaú. Tegnap, mert ugye elhelyezkedte, hogy fel egy hete megyek dolgozni. Máma nem voltam. Mert ugyanis tegnap rosszul lettem a munkahelyemen. Kiküldött hinni hozzám az orvos nagybaú. Aki megmondta, kurva anyját, megmondta egyébként a főnöknek is, mi a picsának hívták ki, mondom, a csentőket, mondom, a mentőket, mondom. Mi a fasznak köllött, mondom, kihinni. Mondta neki, hogy mondom, nyilvánvalóan nagyba tudta, mondom, hogy nem, hogy a, tehát, ugyebár itt nem lehet inni. Nem, és éppen ezért most iszak. Kis kőben, ez már az ötödik kőben. Nagybaú, rosszul lettem. A csorvos, tehát annyira rosszul voltam, hogy gyakorlatilag leköllött ülöm. Hogy leülnöm, egyszer leestem a székrűbe, meg így remektem, így. Nem ittam semmit. Szanaxot elfelejtettem vinni, tehát azt se vettem. Délután van, 5 óra felé, iszonyatosan rosszul voltam. Már gyakorlatilag én már mindent, pókokat láttam, már egereket láttam, bazd meg már mindent. Így lüktetett a szívem, szakadt rólam a víz, meg mit tudom én. Kiköllött hinni a ízét. Pedig hát ez nem köllött volna kihinni, de hát kihíták, na mindegy, hát kihíták. Azt mondta, hogy alkohol elvonási, de ez is csarkohol. Alkohol elvonási tünetek, valamilyen tremens. Mit tudom én, valamilyen tremens, dremens vagy tremens, valamit pofázott az orvos. Beajlott egy nyugtató, ő injekciót bebaszott a picsámba, valagamba egy ilyen nyugtatót, meg valami B-vitamin injekciót baszott belém. Na tovább. Akkor azt mondta, hogy hát azt mondja, hogy ne vigyük be, azt mondja. Na akkor már egy mennyit? Negyed órát várt. Azt mondja, hogy bevisszük, azt mondja. Szóval a vízébe. Csórháza meg a pszichiátria. Mondtam neki, hogy mondom, ember. Hát mondom neki, nekem mondom, dolgoznom kell. Így már én nem tudok dolgozni, mert nem is tudtam dolgozni, mert kiszíták az erőt a kezemből, meg minden. Szóval az a lényeg egyébként, hogy az egyik nagyban az egyik munkatárs hazakísért. Az a baj, hogy radikálisan, tehát én naponta egy liter számra iszom nagyban, hogy alkoholt. És mostan meg így úgy elhelyezkedtem így nagyban egy új munkába, stb. Ahun ugyebár mondták, hogy nem lehet inni csalkoholt, tehát alkoholt nem, de nem lehet inni, mert azt mondták, hogy szontást adhatnak szúrópróbaszerűen, stb. És akkor természetesen, hát akkor mondom, akkor beveszek. Valamikor mi 5 szanax nem volt elég egy nap, mert állandóan remegte, de kibírtam valahogy. Azt este aztán megittam egy, bedörzsültem egy 2-3 liter bort így esténként. És az egésznek a csilényege, uva. Bazd meg! És így tegnap meg elfelejtettem, mert későn keltem föl, hajnali, már 4-6, 5-6 volt, rohantam mind az űrűt, elfelejtettem bevenni, bazd meg, a csanakszot. Szanakszot meg szoktam vinni, egy levél szanakszot, bazd meg.
azt mondta egyébként az orvos, hogy azt mondta, örüljek, azt mondja, neki, azt mondja. Mondja el a szemétláda köpedelem csorvos, bazd meg, hogy örüljek, azt mondja, hogy életben maradtam, azt mondja. Mert azt mondta, az ilyenekben meg is lehet halni, azt mondja. De mondom, mit csináljak, mondom, bekültartam, mondom, a játékszabályokat, mondtam neki, hogy mondom, nem lehet, mondom, ott inni, mert mondom, iszok, kibasznak, mondom, napszám, mondom, nincs, mondom, kus, mondom, ott a munkáján kus, nincs meőzés, csőzés, stb. Akkor megnézte a májam, stb. Bazd meg ízét, ilyen vízhajtóktól elkezdve a B-vitamin, mindent ott ízét, írócsikatott föl, hogy akkor ezt váltsam ki, azt váltsam ki, és mondtam neki, hogy mi bűn, mondom. Mondtam neki, hogy mi a faszom bűn, mondom, mi bűn. Hát mondom, éppen, hogy mondom, meg tudtam venni a dohányt, mondom, dohányra meg cigiretől. Hát azt mondja, akkor nem tud, azt mondja velem, mit kezdeni, azt mondja, akkor viszontlátásra ennyi. Én meg nem akarom elcseszni ezt a munkahelyet, bazd meg. Úgyhogy máma itthon voltam, egy kicsit így már jobban vagyok amúgy, mert ittam. Nyuszi ül a fűben, fűben baszkurálva. Hülyen van baszkurálva. Azt mondta, hogy ilyen radikálisan azt mondja, nem lehet azt mondja leszokni. Akkor most azt fogom csinálni, hogy eszem mielőtt lefekszem a fizetésemből, amit megkapok minden egyes nap, bazd meg. Akkor egy jó erős, megiszok el liter, még lefekvés előtt még egy 2-3 liter volt, és úgy fekszek le, vagy valami erősebb, ütősebb üzét bevágok egy kis rakét, tehát 2-3, és akkor nem lehet gond. De 10-12 órában ez üzé volt, ez csücskös volt. De hiába köl a pénz, nem csutaltatok pénz, ezen szemrehányás, stb. Ő elköllött mennem dolgozni a cigiért, meg a őzére, a piáért, vagy meg. Őzé. Ezek a mocskos volt förmedvény. Vénasszonyok nem adnak nagyba. Őzé, napszám se volt, most az egyik, így majd ásás lesz valamikor. És mikor? És addig mit iszok addig? Hát megerjesztem nagyba a Bartos Cezárjót, vagy meg. Az is 2 hét, vagy 3 hét, mire üt. Mire őzé. Akkor meg bennem a piát. Akkor fölírt vízhajtót, mert azt mondta, hogy ő szerint ez vizesedés, hogy kemény a májam. Mondtam neki, hogy mondom, a májam legyen kemény, ha már mondom, a faszom mondom, puha mondom, bazd meg. Azt mondta, hogy váltsa mám ki, azt mondja, a B-vitamint meg a vízhajtót, azt mondja. Mondom, jó van, persze. Váltsam ki. Aztán te meg nem mondtam mondjuk neki a hülye barom állat orvosnak. Mondom, akkor kiváltam mondom, az összes B-vitamin, meg minden. Mert máma egyébként el voltam, megkérdezt. Hát bazd meg. Legalább 5000 forintot ott köllött volna a gyógyszertárba hagynom, bazd meg. Hát helyette akkor vettem dohány meg vizét. Dohányt. Meg egy 5 dobos sört. Mondom egyébként itt jó munkahely, meg minden, de izé. Itt nem dumálok, nem csézek, nem alulfaszolok tegnap pedig egyszer, mondom, egy ilyen rosszul lép. Dűlt rólam a víz, minden van meg. Nagyon régen voltam ilyen rosszul. De azért mégsem köllött volna kibaszott mentőket kihívni, na mindegy. Na ennyi. Na az erről jó bizony. Úgyhogy meg vagyok. Na jobb hónap meg megyek. Az egyikét nagyba a Gábornál most voltam. Nagyba úr. Aztán izé még reggel. Aztán ő is ment dolgozni. Azt mondja nekem, hogy azt mondja, hogy ne pattogja, azt mondja, örülj, azt mondja, hogy kiíták, azt mondja, az orvost, azt mondja, ne legyél ilyen hálátlan, azt mondja. Azt mondja, örülj, azt mondja, hogy nem rúgtak kifele, azt mondja.
Mondtam neki, hogy mondom, szép lenne, mondom, egy hét után, mondom, ez miatt, mondom, kibaszni, mondom, bazd meg. Hát mondom, nem dumálok, kussulok, stb. Mással is elő ferdülhet, bazd meg, hogy izé, ilyen bajaj lesznek, bazd meg. Úgyhogy hónap már megint megyek. Köll a 10. Cigire meg piára. Mondom, de mindegy. Ön nem tudom kiváltani a bébit, mint meg a többit egyébként. 10-12 órát ledolgozok, ezért 3000 forintért, meg 3500-ért, meg még én nekem nincsen arra bazd meg lóvény, hogy akkor még pluszba B-vitaminakat, meg vízhajtókat, meg mit én, az öreg anyám picsájákat kízi a bialófaszra. Ha jó a szanax, az köl, de hát nem tudom mit kiváltani bazd meg. Ennyi út. Tehát nincs még pluszba keretem, megveszem a dohányt, sört, port, stb. Nincs már keretem egyébként arra, hogy ízé gyógyszereket váltsak ki, bazd meg. De. A nagy szemétevő Bartosnak nincsen arra már keretje. Hónap akkor megint megyek. Ennyi út. Na, csak ennyit akartam. Nagybaum. Köszönöm. Na mondtam egyébként neki, hogy mondtam a főnöknek is. Mondom, hát mondom, akkor miért nem mondom, hoztak egy vízét, egy dobos sört, vagy valami, mondom, jobban lettem volna. Nem azon nyomba a kibaszott rohadt mentőket kihívni, ma mentősökkel már faszom ki van már, bazd meg már. Mert hogy olyan rosszul voltam, hogy már azt gondolták, hogy meghalok, bazd meg. Mondom, te hogy halok, mondom meg. Mondom, nem halok, mondom meg. Hát egyszer persze majd meghalok a harmadik világháború után valamikor, a negyedik világháborúba. De mondom nem, mert állítok, hogy olyan rosszul néztem ki, hogy dűt. Mondjuk eléggé zakatult a szívem, tehát nagyon rosszul voltam, de össze tudtam volna magam szedni. Mondom, hogy ízé, aztán haza is kísértek, aztán egy, na mindegy. Hónap aztán megmegyek meg. Mondom, én betartom ottan is az ízé játékszabályokat, tehát nem csízek, ne üzök, nem beszélegetek ott senkivel, se igazán nívú. Amit kiosztanak, feladatozok, azt elvégzem, azt ennyi, kész, ennyi. Na, ennyit akartam. Mindenkit megnyugtatok. Hónap már megyek, mai nap még akkor kicsit regenerálódok. Regenerálódok, aztán hónap meg már megyek már hajnalban. Ennyit akartam, jó, és jó munkáján van amúgy. Tehát nagyon jó. Meg kell böcsülni, bazd meg. Meg kell böcsülni. Ennyi jó. Csak ennyit akartam. Konyac. Vége úgy.